útfelújítások, közel 20 utca újul meg nyárig. Végleges lesz, beváltotta a hozzáfűzött reményeket a séta utcai forgalmi rend. Itt a tavasz, 50 ezer növénnyel borul virágba Balatonfüred. Köszöntöm Önöket, ez itt a Füred TV híradója. Az önkormányzat az idei évben is folytatja az útfelújítási programját. Belterületi szakaszok érintettek a rekonstrukcióban, az ehhez szükséges források önerőből rendelkezésre állnak. Folytatódik többek között az Aranyhíd sétány kiépítése, megújul a Csók utca és a Klapka-György utca, a Dériné utcában pedig megvalósul a régóta várt járda. Már tavaly ősszel megkezdte útfelújítási csomagjának megvalósítását a Balatonfüredi önkormányzat. Például itt a Kis János utcából nyíló Kiszsák utcában dolgoztak a kivitelezők. A teljes befejezés itt is hamarosan megtörténik. Saját forrásból bruttó 260 millió forintot költenek most belterületi utakra és járdákra. A 2023-as és 2024-es útfelújítási programban közel 20 területen történt és történik beavatkozás. Hogy pontosan hol és milyen felújítások várhatók? Erről a városüzemeltetési osztály vezetője adott részletes tájékoztatást híradónknak. Borsos Miklós utca vége rélnás köz, itt útpályafelújítás lesz, kialakul néhány parkolóhely. A rélnás köz ez egy gyalogos felület, itt a burkolat lesz megújítva, és ide fogunk telepíteni közvilágítást is. Az Aranyhíd sétány mentén a eddigi felújítás ütemét folytatva zöld terület újul meg, önálló gyalogút létesül, és a szervizút kap új aszfalt burkolatot. A Gerbering utca alsó szakaszán építettünk tavaly új parkolót, és most tavasszal a parkoló mellé járda fog létesülni, ehhez szükséges még egy légvezetékhálózat kiváltás, ami nagyjából két hét múlva fog elkezdődni. A következő utca a Lilium utca. Nagyon fontos utca abból a szempontból, hogy a mentőbejárat ezen az úton keresztül közelíthető meg. Ugye ez az utca, ez több mint két évig le volt zárva, az Eszterházi kastély felújítása miatt. Hál' Isten a kastély is fel lett újítva, és ezt az utcát is sikerült megcsinálni, és visszaadtuk a mentőknek ezt a bejáratot. A rész sem marad útfelújítás nélkül, nyilván egy kis átkötőút, ez a Pap Gábor utca, ami le lett aszfaltozva. Ugyancsak Balatonarácson található a Muskátli utcának a nyugati ága, ami szintén új aszfaltburkolatot kap, illetve még az előző évi szerződött állományból visszamaradóan még a Muskátli utca többi része is fel lesz újítva. Ez alól csak a felső Muskátli utca kivétel. A Déri Tibor utcát is ide sorolhatjuk, ami ugyancsak kiépítésre kerül. És akkor térjünk egy kicsit a vasutalati területre. A Csók utca, ez ütemezetten készül, ebben a szerződésben a vasút alatti szakasz épül át. A középső városrészben ugye meg fog újulni a Klapka-György utca, a Dériné utca mentén járdát építünk, ami hosszú évek óta igény, illetve van egy összekötő szakasz az Öreghegyi út között, ahol útfelújítás fog készülni. A nyugati városrészben pedig a Kölcsei Ferenc utca felújítása, ami tulajdonképpen már ősszel elkezdődött. A Kvassai utcának a első üteme fog megvalósulni ebben az évben, ez a Fürdő utcától egy iparterületi bejáratig, illetve az Aszófői út feletti lakópark útjainak első üteme valósul meg ebben az évben. Az útfelújítási munkálatok befejezési határideje május vége, így a nyári szezonban az érintett szakaszokon már nem kell forgalomkorlátozásokra számítani. Még az idén végleges kialakítást kap a Séta utca és 71-es számú főút közötti kereszteződés, ahol három évvel ezelőtt új forgalmi rendet vezettek be. Az ideiglenes, nem túl esztétikus jelölések és eszközök helyett emelt szegélyek, biztonságosabb gyalogos átkelő és új zöld felületek jellemzik majd a forgalmas csomópontot. Az átmenő forgalmat három éven át figyelték a szakemberek, akik arra az eredményre jutottak, hogy az átalakítás jó döntés volt.
2019-ben itt a Füred TV-ben láthatták először azt a koncepciót, amely a Séta utca és a 71-es főút kereszteződésében növelné a közlekedés biztonságot. Az új forgalmi rend ideiglenes kialakítását 2021 tavaszán végezték el a szakemberek. Akkor találkozhattak az autósok először a sárga felfestésekkel és az aszfaltba fúrt terelőbójákkal. Az akkori terv szerint egy egyéves tesztidőszak következett volna, ám a Covid miatt visszaesett autós forgalom nem adott reális képet az áthaladó járművek mennyiségéről. Így aztán 2022-ben és 2023-ban is maradt az ideiglenes kialakítás, amikor is valós forgalmi adatok álltak rendelkezésre. Ennek fényében tudtak dönteni arról, hogy bevált-e az új forgalmi rend. A csomópont megfelelően vizsgázott, tehát a hozzáfűzött reményeket és a tervezési szempontokat beváltotta. A csomópontnak a baleseti statisztikái jelentősen javultak. A rendőrség adatai alapján a gyorshajtásoknak a száma csökkent, illetve gyalogos elütésre ebben a tesztidőszakban nem került sor. Ez a csomópont tudja biztosítani a közútnak a megfelelő áteresztő képességét a forgalombiztonság növekedése mellett. Ennek alapján a végleges engedélyezési és kiviteli tervek előállítására lehetősége volt a városnak, és ennek az engedélyeztetési eljárása megkezdődött. A közútkezelői engedélyek beszerzése megtörtént, tehát mind a közút, mind a városi utak kezelője a hozzájárulását kiadta, az engedélyezés jelenleg hatósági szakaszban van. Mind a helyiek, mind az ide látogatók évek óta használják az új rendszert, a csomópont végleges kialakításával a kanyarodási szabályok változatlanok maradnak, így tehát nem kell egy újabb forgalmi rendet megtanulni. A végleges kialakítás a jelenleg megszokott forgalmi irányokat fogja állandósítani. A jelenlegi kialakítás és gyakorlatilag az ideiglenes állapot is talán egy forgalmi irány szempontjából jelent hosszabb útvonalat, vagy kisebb érdeksérelmet. Ez a Séta utca déli oldaláról a Tihany irányába igyekvő forgalom. Amit mindenképpen érdemes elmondani ezzel a kereszteződéssel kapcsolatban, hogy a kereszteződést nem önmagában kell értékelni, tehát ennek a forgalmi iránynak a kezelését a város nem ezen a kereszteződésen, hanem a Lóci utcai csomópontnak, lámpás csomópontnak az átalakításával kívánja kezelni, ahol ez a balra kanyarodási irány a tervek szerint engedélyezve lesz. A jelenlegi állapotot sok kritika érte az elmúlt években. A városképet rontó ideiglenes eszközök, táblák sokak szemét szúrták. Az ideiglenes kialakításnak az elrendezése, illetve eszközei nem tükrözik teljes mértékben a városnak az igényeit. Bármennyire is próbált mind a város, mind a közútkezelő az elmúlt években az elhasználódás ellen tenni. A végleges kialakításban az ideiglenes jelölések helyett kiemelt szegélyekkel, megemelt burkolati elemekkel, illetve eltolt gyalogátkelőhely kialakításával számolunk, melynek során a gyalogos biztonság még növekszik. Ennek kapcsán a zöld felületek ezen a területen is nőni fognak, tehát lesznek olyan aszfalt, jelenleg aszfalttal burkolt felületek, melyeket újra zöld sávokként tudunk kialakítani, illetve a szegélyek megfelelő módon és esztétikus kialakítással tudják az autósoknak a megfelelő forgalmi irányokat jelezni. A tervek szerint a kereszteződés végleges, esztétikailag is rendezett formája még ebben az évben elkészül. Rendhagyó módon mérik fel a lakossági igényeket egy tervezett utcafelújítás kapcsán. Egy társadalmi egyeztetés keretében derülhet ki, hogy milyen legyen a Balassi-Bálint utca új arculata. Az Arácsi városrész lakóinak most olyan kérdéseket tesznek fel, hogy maradjon-e az utca egyirányú, vagy haladjon új nyomvonalon és szélesedjen ki kétsávosra. A városban egyedülálló társadalmi egyeztetés ügyét vállalta magára Szalai Gábor önkormányzati képviselő, aki az Arácsi városrész lakójaként egy utcafelújítással kapcsolatos diskurzust indított el. Napirendre került ugyanis a Balassi-Bálint utca teljes szakaszának felújítása, amelyre több forgatókönyv is készült. Most maguk az itt lakók dönthetik el, hogy melyik verzió megvalósítását támogatják. Van négy műszaki elgondolás. Az első elgondolás az tulajdonképpen azt mutatja, hogy a Balassi-Bálint utca nyomvonal az ugyanott szalad, ahol eddig. Némi szépség patapaszokkal megújulna az utca burkolata, esetleg a közvilágítás, de ugyanaz az egyirányú, egy sávos szűk utca maradna.
A második megoldás az ennél egy kicsit komplexebb. Itt a forgalom esetleg két irányba válhatna, szélesebb, modernebb útszakasszal, járdával, közvilágítással. A harmadik megoldás egy nyomvonalváltozással járna, ami azt jelenti, hogy a Arácsi Katolikus temetőnél kialakult utca jellegű kis beszögellés összekötetésbe kerülne a Balassi utcával, és illetve ezen keresztül az Orzovenszky utcával, és kialakulna egy Orzovenszky utcához hasonló típusú kétirányú, kétsávos járdával, normális közvilágítással, fákkal, virágokkal díszített útszakasz. És van egy negyedik megoldás is, ami a harmadik megoldásnak egy bővített változata. A Szent Benedek iskola jelezte, hogy ők nagyon szívesen visszavennék azt a területet, ami most a Balassi-Bálint utca eleje, a Hősök terének a vége, és azt beintegrálnák a saját területekbe, így ez az utca szakasz így Zsák utcává válna. Most a lakók véleményének felmérésére indult el a diskurzus. Papíralapú és digitális felületeken is lehet szavazni. Elkészítettünk kb. 250 borítékot, ezt minden postaládába beletettük, de nem csak a Balassi utcába, hanem a Balassi utcát környező utcákba is, így például az Orzovenszkibe, vagy a Szabó-Lőrinc utcába, a Vitorlás utcába, a Révész utcába is még sorolhatnám. Ha valaki kinyitja a borítékot, akkor talál bent egy beköszönő levelet, amiben elmondom, hogy milyen elképzelések vannak, mibe kérjük a lakók segítségét. Illetve van egy másik lap is, amely egy szavazólapként funkcionál. Ott a lakók megtalálják ezt a négy kérdést, erre válaszolhatnak. Egy QR kód is található ezen a megkeresésen, és ha valaki a telefonjával ezt beszkenneli, akkor egy olyan felületre jut, ahol online tud szavazni. Fontos egyébként, hogy nem csak a 4X-et, vagy 4X közül, vagy a 4 kocka közül lehet az egyiket beX-elni, hanem van egy olyan kis rovat is benne, ahol egy szöveges üzenetet lehet kötetlenül elküldeni. Ha valakinek a előbbi 4 verzióhoz van egyébként hozzászólni valója, ötlete, javaslata, egyszerűen csak véleménye, azt szívesen fogadjuk. A kitöltött szavazólapokat a szóban forgó levélben feltüntetett postaládákba kell eljuttatni. A szavazásra március végéig van lehetőség. A lakók többségi véleményét figyelembe véve indulhat el idén az utca megújításának tervezése, 2025-ben pedig a kivitelezés is megtörténhet. Az Arácsi Orvosi Rendelő felújításának idejére a Városi Rendelőintézetbe került az ottani orvosi ellátás, és több területen is átalakították a rendelőintézet struktúráját. Az intézmény igazgatójától azt is megtudtuk, hogy a tavaly szeptember 1-től átalakított ügyeleti alapellátás zökkenőmentesen működik. Az Arácsi Orvosi Rendelő felújításának idején az ottani felnőtt és gyermekorvosi rendelés a füredi szakrendelőbe került. Gulyás doktort az épületen belül az ügyeleti ajtón túl lehet megtalálni. Január 1-től kezdve itt rendel nálunk az Arácsi rendelőben levő két kollega, a Gulyás doktor és a Nagy doktor, a gyerekgyógyászat, illetve a felnőtt háziorvosi rendelés, mert ott egy pályázat kivitelezése kapcsán átalakítási munkálatok kezdődtek. Központi intézkedések miatt több szakterületen is át kellett alakítani a rendelőintézet struktúráját. A pulmonológia megszűnt, mert a professzor úr ilyen feltételekkel nem volt hajlandó aláírni semmilyen szerződést. Most jelenleg küzdünk azzal, hogy valakit tudjunk szerezni, hogy a pulmonológiát visszaállítsuk. Egyelőre az napi telefonálgatás, agitálgatás, hogy kit tudunk letelepíteni, kit tudunk idehívni erre az időre. De így egyelőre a pulmonológiánk nem vehető igénybe. A bőrgyógyászat változatlanul ugyanolyan formában, a sebészet ugyanilyen formában, csak más rendelési idő és nem mindig ugyanazokkal a személyekkel fog működni. Ezt a nem ugyanazon személyeket úgy értem, hogy egy személy nem kapott engedélyt, egy kilépett, úgyhogy egy csöppet átalakítottuk, az egyik kollégának nagyobb rendelési ideje lett, egy csöpp módosítás van, de a sebészetünk is működik. A sebészet és a bőrgyógyászat mellett részben átalakul a szemészeti szakrendelés is. Továbbra is a Remecki főorvosnő fog ott dolgozni, de most már a mi működtetésünkben, tehát a rendelőintézet fogja működtetni ezt a rendelést is. Ott nagy valószínűséggel egy csöpnyi személyi változás lesz az asszisztencia esetében.
az ő betanítása, átvétele megkezdődött. Reményeink szerint, hogy ez nem zökkenő fog jelenteni a rendszerbe, hanem további kapacitás javulást szeretnénk ott elérni, és hogy jobban elérhető legyen az a személyzeti szakrendelés is. Ennek jegyében teljes állásban lesz nálunk ez az új kolléganő, szintén a mi alkalmazásunkban. Tavaly szeptember 1-től alakult át a füredi ügyeleti alapellátás. Ezt a feladatot azóta az országos mentőszolgálat látja el. Alapvető változás, hogyha orvos helyett épp mentőtiszt látja el a feladatot, akkor ő nem jogosult receptfelírásra. Az ügyeleti rendszerben akkor kell ellátást igénybe venni, mikor akut igény van rá. Tehát amikor kimondott probléma van, ami nem halasztható. Korábban ez másképp volt, mert tulajdonképpen egy megnyújtott rendelési idő volt. Most ugyanez egy kicsit más, attól függetlenül, hogy most éppen orvos kollega ügyelít vagy mentőtiszt, de a lakossági igénybevétel az kezd alkalmazkodni ahhoz, hogy valóban a sürgős esetekkel jöjjenek. Mindenek ellenére ezen specifikum mellett az ügyelet teljesen zökkenőmentesen működik. Kaptunk hozzá egy új gépkocsit, egy ilyen sárga Suzuki, amivel kimegyünk nem csak területen, hanem a mentőszolgálat által meghatározott területen kívüli egységekbe is, tehát Tapolcára, a Hegyestűtől kezdve mindenhova, ha innen vezényelnek bennünket. Nyilván ez alatt az idő alatt itt nincs ellátást biztosító személy, de ez ideig jelenleg itt a téli időszakban abszolút zökkenőmentesen működik. Van némi félelmem a téren, hogy a nyári idegenforgalmi idényben, amikor ugrásszerűen megnőnek az igények, akkor miként fogja a lakosság elfogadni azt, hogy az otthon felejtett inzulint nem tudja kiíratni este, a hipertunia gyógyszerét nem is akarom ragozni, tehát hogy nem kap meg mindent, amit idáig igénybe vett. Az egy másik kérdés, hogy ez az igénybevétel mennyire volt akkor jogos, de hát megkapta akkor, most meg nem biztos. Ahogy korábban hírtattunk róla, két korszerű ultrahang készülék is érkezik a Balatonfüredi Városi Rendelőintézetbe. Bővül a fogászati röntgen, informatikai hálózatfejlesztést hajtanak végre, valamint korszerűsítik az udvart és a kerékpártározót. Újabb színpompás virágözönt ígérnek tavaszra a füredi park fenntartási részleg munkatársai. Az elmúlt évekhez hasonlóan idén is rengeteg tulipán és jázmin lesz a város zöld ágyásaiban. Az évelő növények ültetésével pedig a fenntarthatósági szempontot is figyelembe veszik. Találkozhatunk majd kasvirágokkal, kékszakállal, levendulával és körrifűvel is. Az összesen több mint 50 ezer növényt hamarosan láthatjuk az ágyásokban. Az elmúlt évekhez hasonló színpompás virágözönt ígérnek a park fenntartási részleg munkatársai. Az ágyásokban szunnyadó hagymák már ébredeznek. Néhány héten belül a korábbi évekhez hasonló látvány fogadja majd a vendégeket és a városlakókat. A tavaszi virágok most már dugják ki a fejüket a zavarból, már ahol van a var, mert a tavaszi takarítási munkákat már elkezdtük végezni. Ennek keretében a cserjemetszéseket, az avar eltakarítást, a fák gajazását, az űrszelvények fenntartását végzik a kollégáim. Nagyon fontos, a város lakossága is elvárja tőlünk, hogy a varjúfészkek eltakarításával egy kicsit az állományt távolabb tartsuk a Tagore sétánytól. Ezeket a munkákat végezzük a jelenlegi időszakban. Az időjárás ritmusának megfelelően tetemes mennyiségű munka vár a park fenntartókra. Részben az egynyáriak beültetése az egynyári ágyásokba. Ezeknek a mennyiségét próbáljuk költséghatékonyság és környezetvédelmi szempontból is csökkenteni. Inkább olyan évelő növényeket, virágzó évelőket és cseréket próbálunk ültetni, amelyek az év nagy részében díszítő értékkel bírnak. A kasvirágot ültetünk nagy mennyiségben, a kínai kékszakát, angol kékszakát, levendulát, körifüvet, sok olyan növényt, amely vonza a pillangókat is, a rovarvilágnak is élőhelyet és táplálkozási lehetőséget biztosít. Van egy beszállítónk, aki évek óta a jó kapcsolatnak megfelelően szállítja be nekünk ezeket a növényeket. Négyzetméterenként olyan 25 növényt ültetünk be. A Tagore sétány ágyásaiban, valamint a város egynyári ágyásaiban mindösszesen mindegy 50 ezer növényt ültetünk ki. A téli időszakban üzemelő jégpálya szintén plusz feladatot ad. Helyre kell állítani az öntözőrendszert, pótolják a cserjéket, és visszahelyezik az utcabútorokat is.
a jégpálya az elmúlt években is nagy népszerűségnek örvendett, ezen felbuzdulva a jégpálya területét az önkormányzat megnövelte, ez viszont olyan feladatok ellátását igényli tőlünk, amelyek eddig nem voltak megszokottak a korábbi években. A jégpályák összekötését szolgáló folyosók nyomvonalán mindenképpen kellett olyan beavatkozásokat végezni, ami eddig nem volt, ezeknek a helyreállítási munkáit végezzük most, a gyepszőnyeg terítés előkészítését végezzük, a kiszedett utcabuzorokat helyezzük vissza, valamint a kitaposott vagy megszüntetett cserjágyásoknak a felújítását végezzük. A turisták által leginkább látogatott parti szakaszon kívül a felső városrészre is odafigyelnek. Az ófalu fejlesztés kapcsán rengeteg növényt ültettünk ki, mint egy 5000 darab cserjét, egy 70 darab fát, nagyon sok egy nyári és illetve évelő növényt ültettünk ki. Ezek mind várhatóan megerednek, és a nyári időszakban virágpompával fogják borítani. Itt is nagyon sok olyan virágzó cserjét ültettünk, ami az év teljes időszakát lefedi, tehát a most nyíló téli jázmintól kezdve egészen a késő őszig virágzó kínai kékszakálig. A turisztikai szempontból frekventált városban több szempontnak is meg kell felelniük a zöld felületeknek, ilyen például a fenntarthatóság. A költséghatékonyság szempontjából is, valamint a biodiverzitás megőrzése szempontjából is nagyon fontos ez. Ennek érdekében ültetünk olyan növényeket, amelyek folyamatosan virágoznak és lehetőséget biztosítanak az élőlényeknek, valamint a madárvilágnak is olyan sövényeket ültetünk, amelyben jó fészkelő és élőhelyet találnak maguknak. A tavaszi időjárás állandósulásával rengeteg tulipán és nárcisz bújik majd elő, addig is a téli jázminuk sárga virágai vidáman fürdőznek a tavaszi napfényben. Vaszari Gábor és Bata Ferenc füredi emlékhelyein és az Arácsi Népházban emlékeztek a kommunista diktatúrák áldozataira. Kovács Bélát, a Független Kisgazdapárt főtitkárát 1947. február 25-én tartóztatták le a szovjet hatóságok, majd fogolyként a Szovjetunióba vitték. Ez volt az első lépés azon az úton, aminek során a kommunista párt kiiktatta az ellenszegülőket, haladva a totális egypárti diktatúra kiépítése felé. Maga bolond? Nem tudja, mit csinálnak a nőkkel? Hallgattam, amit körülöttem beszéltek. Hogy melyik nőnek tört el a gerince, hogy kivesztett el az eszméletét, hogy kivérzik, hogy nem tudják elállítani férfit, kit lőttek agyon, mert védeni próbálta a feleségét. Egyszerre feltárult ez az iszonyat, ami körülöttünk van. A balatonfüredi Szent Benedek Középiskola és Kollégium diákjai adtak megrázó erejű műsort a kommunista diktatúrák áldozatainak emléknapján az Arácsi Népházban. Emlékező beszédében az iskola igazgatója Komáromi Móric azt a kérdést tette fel, a kommunizmus biztos, hogy a velünk élő múlt? A második világháború lezárásával adott volt a lehetőség egy nagy társadalmi kísérletre. A két kísérleti zónát a legjobban talán a berlini fal jelezte és határolta el egymástól. A két akkor még csak elméletben létező kapitalista és szocialista világeszmény megkezdte brutális versengését. Kezdetét vette a hidegháború. Magyarországon a kommunista világrend építéséhez kis túlzással, de először a meglévő vagyon megszerzése, majd annak újra szétosztása vette kezdetét. Akinek volt, attól elvettek. Mindent elvettek. Aki nem akart belépni a pártba, vagy valamilyen kommunista szervezethez önként csatlakozni, azt jó szó híján, veréssel, és ha az sem segíthet, hát kínzással próbálták megnyőzni az illetékes elvtársak. Nincs személyes tapasztalatom arról a korról, amikor kényszermunkatáborokba kényszerítették az embereket, ahová vége láthatatlan hosszú teherszállító vagonokban hurcolták el a rendszer szempontjából veszélyesnek ítélt embereket a szibériai, Szibéria hol van, Oroszország szíve közepe, és azon túl. És miután hazajöttek, ha hazajöttek, nem meséltek, mert nem akarták, hogy a következő generációban magában hordozza azt a sebet, amit ott szerzett nemzetünk. 200 000 embert vittek el kényszer munkatáborba.
1945 után politikai okból kivégzett honfitársaink 700 fő. 1945 után politikai okból bebörtönzött honfitársaink 70 ezer fő. Az 1956-os forradalom és szabadságharc után hazánkat elhagyni kényszerült 200 ezer fő. A kommunista diktatúra világszerte 100 millió halálos áldozatot követelt. Ezek a számok már önmagukban is borzasztóak és megdöbbentőek. De ezeken felül, amit a kommunista rendszer még nagyobb bűne, hogy az embertől eltiltották, és többségében sikerre jártak, az Istent. Az ünnepi megemlékezés előtt két füredi helyszínen emlékeztek a kommunista diktatúrák helyi áldozataira. Vaszary Gábor emléktáblájánál Holzer András alpolgármester mondott emlékező beszédet, Bata Ferenc emlékhelyénél pedig Hári Lenke alpolgármester mondta el gondolatait, majd elhelyezték az emlékezés virágait. Kővári Zsuzsanna színekben gazdag, dekoratív formákat felvonultató festményekkel mutatkozik be a Folyosó galériában. Lendületes, érzelmes művei igazi tavaszi hangulatot varázsolnak a hivatal emeleti falai közé. A Kezdek folytatódni című kiállítás március végéig látható. Érdemes megnézniük a tárlatot azoknak is, akiknek egyébként nincs elintézni valójuk a polgármester hivatalban. Itt nőttem föl Balatonfüreden, Pálfi Károly tanított, és Angi néni is, és Kozma Imra bácsihoz jártam rajzórákra, és akkor így velük ilyen szárnybontogatásaim voltak. Aztán ugye eltűntem Füredről is, meg sok minden történt, és jó érzés itt lenni, szeretek itt lenni. Én nem tanultam elég művészetet, sem elméleti szinten, sem pedig a gyakorlatban. Tehát nyilván ez látszik nagyon, hogy keresem magam. Nem biztos, hogy a festészet az az én utam, de mindenképpen egy eszköz az utam megtalálásához. A színeket nagyon szeretem, és hát akarom bővíteni a repertoáromat, a tudásomat. És igazából nekem ami a legfontosabb, az így a szabadságnak a megélése, megőrzése, és hogy így, igen, hogy azt megélni, hogy ebben lehet szabadnak lenni. A játékosság, a kísérletezés, a kíváncsiságnak a szabadsága, és ez egy olyan fajta szabadság, amivel ugye nem ártok senkinek. Nagyon sokszor azt látjuk, hogy divatirányzatokat követve, sablonszerűen így beszürkítenek minket, és ezt nem szeretem megélni a színeket, a sokszínűséget. Mikor én elkezdtem festeni, meg rajzolni, Olaszországban így többet foglalkoztam vele, mert ott ugye sok bátorítást kaptam erre így a barátaimtól, akkor állatokat kezdtem festeni és rajzolni, és pont azért, mert az nyűgözött le, hogy ez valami hihetetlen, hogy mennyire sokféle forma, szín, funkció, hogy minden állatnak megvan valami olyan jellegzetesség, ami teljesen egyedivé teszi, ami ugye az életben maradását segíti, és ez szerintem fantasztikus, és a színekben én ezt élem meg. Kővári Zsuzsannát a geometrikus absztraktól a gesztusszerű festészetig, a dekoratív formákig sok minden érdekli. Nem a realisztikus tárgyasság vonza, hanem a világ tudatunkban megjelenő formája.
14 évesen bemutatkozott Balatonfüreden, majd 2008-ban Olaszországban, 2018-tól a Csopaki Képzőművészeti Egyesülettel és a Füredi Múzsákkal közösen voltak kiállításai. Balatonbogláron második helyezett lett egy pályázaton, tavaly önállóan Komlón és Arácson Arcaim címmel mutatta be festményeit. Mostani kiállítása Kezdek folytatódni címmel március végéig látható a Polgármesteri Hivatal folyosó galériájában. Ötödik alkalommal találkoztak a kerékpározás szerelmesei Balatonfüreden, a tavaszi farsangi bringatúrán az ország minden részéből érkeztek lelkes kerekesek. A túrát többen is vicces jelmezekben teljesítették. Ötödik alkalommal rajtoltak Balatonfüredről a farsangi téli túra résztvevői. Jelentkezőkből ebben az évben sem volt hiány. A 400 kerekest két kompis várta a Tihanyi mólónál. Az útvonal az marad, kis változás van Akaratja környékén, de egyébként ugyanúgy tekernek, többet fognak a Balaton partján menni, mint eddig. Nem lehetett intézni egy nagyobb kompot a gyártásnál, hogy többen felférjenek? Hát szerintem most a legnagyobb kompot intéztük, a gyönyörű új komppal fognak átkelni a bringások. Nem tudta ugye Bahart pontosan megmondani, hogy még nincs rá tapasztalat, hogy hányan férnek fel, így 400 főben határozta meg a létszámot, de hogyha felférnek, a többiek fel fogják őket engedni, ha nem, akkor rögtön a közvetlen menetrend szerinti komppal tudnak átkelni ők is. Minden évben elmondjuk, hogy ez nem verseny, ez egy túra. Igen, pontosan, ez egy túra, egy élménytúra, érezd jól magad, gyönyörködj a tájba, ez a fő. Izgalommal készültem, próbáltam Tina Turneresre venni a figurát, de csak egy borz jött össze, úgyhogy nézzétek el nekem, majd betekerek. A komnál vigyázni kell rá, nehogy elfújja a szél. Fixen, le van fixálva, gondoskodtam róla, úgyhogy fogni fogom. Gondolom nem az első ilyen kör. Szervezett körbe az első, de amúgy már többször mentem. Szeretem biciklizni, szeretem a Balatont, amúgy Székesfehérvárról érkeztem. Nehezebb a fejdísz, mint gondoltam, úgyhogy a végére lehet, hogy olyan lesz a nyakam, mint a Forma 1-es pilótáknak, de hát megéri, tehát ez egy móka, egy kacagás, úgyhogy a farsangi időszak erről szól, úgyhogy nagyon készültünk már. Ja, a biciklivázom van a fegyverem, az sajnos most fegyver nélkül ültem, de természetesen kardom van. Mi lesz, hogyha üldöznek majd a rendőrök? Hát menekülünk. Hát biciklivel vagyunk. Ott úgyse tudnak elmenni, ahol mi elmegyünk szerintem. De hidd el, hogy annyira ügyesek, hogy a kompon várnak majd. Ja, hát akkor majd állunk elébe a rendőröknek. Bálint, egy negyed óra, hogy jól hallom, és indultok. Hogy készültél erre a szép napra? Hát, jó, jól izgatott voltam. Már nagyon válta, hogy induljunk. A biciklit rendbe raktad egész délelőtt, ezzel foglalkoztál a héten? Apuka, ám segített megcsinálni meg, felszerelni a megfelelő dolgokkal, vagyis tegnap lett meg a megfelelő ruha hozzá a biciklizéshez. Azt látom, hogy elhoztad a kedvenc kabaládat is, ő is végig bringázza veled az utat? Igen, amikor körbe bicikliztük a Balatont, akkor ő volt itt elől. Akkor te nem először mész ilyen nagy túrára? Hát igen, mert volt még nyáron, hogy körbe bicikliztem apukámmal a Balatont. Hogy kell készülni egy ilyen Balatonkörre? Korán kell kelni, és lelkesen elindulni, és tekerni. Ennyi elég is? Ennyi elég is, bizony, jó kedvünket hoztuk magunkkal, úton vagyunk egy ideje, Martfűről jöttünk, azért hosszú volt az út, de nagyon vártuk, hogy ide érjük, és minél jobban várjuk, hogy elinduljunk. Ez nem verseny, hanem túra, gondolom így is készültetek. Igen, ez egy túra, egy közös élmény. Thank you.
A mezőny eleje kora délután érkezett vissza Balatonfüredre, ahol is meleg teja és jó hangulat várt a résztvevőkre. Ünnepélyes körülmények között adták át a Balaton Szabadidő és Konferencia Központban a Balatonfüred sportjáért járó kitüntetéseket. Ebben az évben a csaknem 100 emlékére mellett a két fődíjat Makó István, a Balatonfüredi Utánpótlás Sportklub ügyvezetője és Vadnai Jonatán vitorlázó vehette át. Közel 80 sportoló teljesítményét ismerték el azon az ünnepségen, ahol a város önkormányzata emlékérmeket adott át. A kiemelkedő eredményeket elért labdarúgóknak, sakkozóknak, atlétáknak, kézilabdázóknak, vitorlázóknak, de többek között a női röplabdázóknak is. Ugyanitt kapott elismerést kollégánk, a Füred TV szerkesztője Szegő András, aki több mint negyed évszázada tudósít a helyi sporteseményekről, és közvetíti színvonalason a különböző sporteseményeket. Ebben az évben hosszasan olvasták fel a 10 füredi egyesülethez tartozó sportolók és sportvezetők neveit. A város vezetői közül Molnár Judit, Hári Lenke, Holzer András és dr. Bóka István polgármester adott át elismeréseket. Ezúttal rendhagyó módon olyan sportolókat is szólítottak, akik nem Balatonfüredi Egyesületben sportolnak, de a város szülöttei és kimagasló eredményeikkel hírnevet szereztek Balatonfürednek. Ilyen volt Molnár Attila atléta, Csekő Miklós kalapácsvető és Salamon Réka párbajtőröző. 2023-ban, februárban és áprilisban részt vettem a korosztályos Európa és világbajnokságon, ahol csapatban a 6. illetve a 10. helyet sikerült megszereznünk. Majd az idei szezonban, még tavaly novemberben Peruban megnyertünk egy csapat világkupát, Laupheimben pedig másodikak lettünk, és a 2024-es éven pedig nagyon jól indult, hiszen január elején az Udinai világkupát sikerült egyéniben megnyernem. Mi lesz még ebben az évben? Vasárnap indulok a korosztályos Európa-bajnokságra, Nápolyba, valamint áprilisban lesz majd korosztályos világbajnokság, úgyhogy most ezekre készülök. Az idei főversenyem ugye az U20-as Európa-bajnokság volt Jeruzsálemben, ahol ő harmadik helyen tudtam végezni. Ez egy egészen jó eredmény. Kicsit jobbra számítottam magamtól, de így, hogy telt az idő, kicsit átértékeltem, megszépült az emlék. Nagyon más világversenyem nem volt, ami így megemlítenék. Márciusban volt egy Európa kupa, ami nem az én korosztályom volt ugyan, de 7. helyen végeztem, és ez is egy elég jó eredménynek számít. Mi lesz 24-ben? Milyen nagyobb versenyekre készülsz? Ugyanígy lesz egy Európa kupa, márciusban Portugáliába. Sajnos idén semmilyen válogatott versenyem nem lesz ezen kívül. Se korosztályos, se felnőtt, hiszen oda még sokat kell fejlődnöm. A tavalyi évben volt egy korosztályos Európa-bajnokságom, ahol bronzérmes lettem. Megdöntöttem az országos csúcsot, emlegetett olyan évszázados csúcsot, hogy ezt majd tuti nem a mi gyerekeink döntik meg. Megdöntöttem szerencsére azt az országos csúcsot, úgyhogy az már az én nevemhez fűződik, ezt már kétszer sikerült túlszárnyalnom. Egyszer a világbajnokságon, a hazai rendezés volt, a világbajnokságon tavaly. Úgyhogy sűrű volt a tavalyi év, de annál sűrű lesz a jövő év. Olimpia, olimpia, hát gondolom ez a fő cél. Az olimpia a legutolsó cél kronológiailag, ami jövőre, vagy hát idén most már következik a naptárban. Elsősorban pontosan egy hét múlva a fedett világbajnokság, majd nyáron lesz egy felnőtt Európa-bajnokság, és akkor utána jönnek az ötkorikás játékok. A pénteki ünnepségen adták át a Balatonfüred sportjáért kitüntetéseket is. Elsőként Makó István, a Balatonfüredi Utánpótlás Sportklub ügyvezető elnöke vehette át az elismerést. Mindenfajta ilyen elismerés mögött egy aktív csapatmunka zajlik. Nincs ez másképp a Balatonfüredi Utánpótlás Sportklub esetében sem. Nagyon hálás vagyok azért, hogy egy ilyen csapat részese lehetek. 15 év igen intenzív időszak áll mögöttünk, rengeteg munkával, erőfeszítéssel, és én azt gondolom, hogy eredményekkel is. Legalább még egyszer ennyit kívánok a mi közösségünknek. Az ünnepség idején külföldön tartózkodó Vadnai Jonatán vitorlázó részére szintén odaítélte a képviselőtestület a Balatonfüred sportjáért kitüntetést. A díjat a Balatonfüredi Jakklub ügyvezetője Böröt István vette át. A közel másfél órás ceremóniát követően közös fotózásra és kocintásra várták a vendégeket. Most nézzük újra a híradó legfontosabb témáit röviden.
útfelújítások. Közel 20 utca újul meg nyárig. Végleges lesz, beváltotta a hozzáfűzött reményeket a Séta utcai forgalmi rend. Itt a tavasz, 50 ezer növénnyel borul virágba Balatonfüred. Ez volt a Füred TV híradója, tudósításainkat megtalálják a Facebookon és a füredtv.hu oldalon is, érdemes ezeket követni. Köszönöm mostani figyelmüket, további békés napot kívánok, a viszontlátásra! A következő műsorszám megtekintése 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Ilyen a lakás. Hajlé. Ház. Bungalló. Itt érzed magad? Jól. Otthon. Ezt veri le a... Villámhárító. Víre lé. Hol? Domba. Ezt veri le a villám. Na majd én. Volt a falon? Pont otthon. Zombi otthon? Otthon is. Olyan! Ó, papá! Fogyó idő! Ilyen egyszerű. MFO! Keresse az MFO védjegyet, válasszon minősített, fogyasztóbarát otthonbiztosítást.